Krisztusban, szeretett testvéreim! Prédikációt nem szoktam olvasni. Fiatal koromban leírtam, megtanultam, és úgy prédikáltam. És olvasom a prédikációt, majd kitetszik a végén, hogy miért. Szinte nincs olyan ember, akinek gondolatában meg ne született volna az a fölismerés, milyen keveset tudok a világról. Nap mint nap új felfedezéssel gazdagít valamelyik tudományág. De a beavatottak szűk körén kívül a legtöbb ember csak addig jut el, hogy ezt vagy azt felfedezték. Titkok vesznek bennünket körül, amelyet azonban valakinek mégis sikerül megfejtenie, ha az emberiség zöme nem is érti meg a lényegét. Van azonban egy titok, amely mindenek mögött van, soha senkinek sem sikerült megfejtenie, és ez az Isten világa. Ahogy hitünk elénk állítja, szent háromságos voltában az Istent, megtorpan értelmünk előtte, észreveszi benne, hogy nem értelmetlen, de mindig csak közelít a megfejtésben, aminek végére soha el nem jut. Isten egy, de nem magányos. Sokan úgy gondolnak róla, úgy gondolkodnak róla, megteremtette a világot, azután sorsára hagyta, ő pedig külön éli a maga életét. Nem, nem így van. Isten fönségében végtelenül fölülmúlja a világot, de önmagát veti bele, megteremtette, majd fiát küldte, hogy elmondja, mit jelent az Isten az ember számára, majd a Szent Lelket küldte, hogy befejezze azt a művet, amit a fiú megkezdett, és életben tartsa Isten és az ember közti kapcsolatot. Így első titok a világban mindennek alapja, a Szent Háromságos Isten a teremtésnek és az üdvözítésnek. Iskolás gyermekekkel is megtanítatjuk, hogy egy Istenben három személy van. Atya, Fiú, Szent Lélek. Ha azonban végig olvasnánk a Szentírást, elsőtől az utolsó betűig, nem találnánk meg így benne. Hosszú időnek kellett eltelnie, sok elmékedés és hitbeli küzdelmek árán fogalmazta meg így egyházunk, az Istennek, az Atya, Fiú, Szentlélek közösségét és létmódját. Mert a Szent Háromságról Jézus tanításából tudunk. Úgy mutatta be Istent, mint Atyát, aki irgalmas, szeretettel keresi az embert, akit ő maga is Atyának nevezett, s akivel egynek tudta önmagát. Elmondta, hogy mindent átadott neki az Atya. Sőt, János evangéliumában világosan tudtunkra adta, én és az Atya egy vagyunk. Aki engem lát, látja az Atyát is. Ugyanakkor meg is különbözteti kettőjüket, amint az Atyának élete van önmagában, úgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. János evangéliuma. Nem csak az atyát, hanem önmagát is Istennek tartotta. Csodáival bizonyította, hogy nem csak próféta, hanem az Isten fia. Az apostolok igazában a föltámadás után értették meg. Föltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, mondja a Szent Pál apostol. A Krisztus által megrajzolt Isten képbe beletartozik a Szentlélek is. Végig kíséri egész tevékenységét. Őtől lekapta fölkentségét.
Őt küldte el a föltámadás után az atyától, hogy vigasztalóként maradjon a hívekkel. A Szentlélek az atyával való kapcsolatában is ott van, így olvasjuk a Szentírásban. Isten Jézus fölújjongott a Szentlélekben, és így szólt. Áldalak téged, atyám! Mégis a háromság ellenére Jézus maga is elismétli az Ószövetség kinyilatkoztatását, figyelmeztetését. Halljad, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyetlen Úr. Hogyan lehet ez, hogy egy is és három is? Nincs ellentmondás? Nem ugyanaz az egy benne, mint a három. Mi az Istenről inkább csak hasonlatokban tudunk beszélni, amelyek talán közelebb visznek a titkokhoz. Gondoljunk egy olyan családra, ahol a legnagyobb egyetértés uralkodik. Terveik, örömük, bánatuk egy. De a személyek különböznek. Bármennyire is egyek, a férj és feleség, szülők és gyermekek viszonya örökre megmarad. Valahogy így van a Szent Háromság világában. Annál is inkább, mivel a Szentírás tanítja, hogy Isten a szeretet. Ám de, aki csak önmagát szereti, az inkább önző. A végtelenül tökéletes Istenben nincs önzés, hanem igazi szeretet. Szükséges azonban, hogy a szeretetet megossza. De nem lehet kisebb, akivel megosztja, hiszen akkor Isten nem lenne Isten. Ezért Istenben egy másik isteni személynek is élnie kell. Ám a tökéletes szeretet nem állhat meg két személy kölcsönös szereteténél. Itt is használhatjuk a család hasonlatát. Amíg egy férfi és nő csak önmagát szereti, kizárja a családot, önzésben élhetnek. Az igazi szeretet egy harmadikra irányul. Így a Szent Háromságban a Szentlélek az Atya és Fiú életre kelt személyes szeretete. Mindez a Szent Háromságban öröktől fogva megvan. Az Atya mindennek oka, de egyikük sincs előbb vagy utóbb, hanem mind a hárman örökké vannak. Talán itt is egy hasonlat segíthet, az árnyék a fénytől kapja a létét, de ugyanattól a pillanattól. Így az Istenben a Fiú az Atyától kapja létét, de öröktől. És kettejüktől a Szentlélek szintén öröktől, teljes egységben, csak a személyek különbözősége áll fönn. Ez az egység rányomta bélyegét a teremtett világra. Minden emberi közösség, különösen a család, az egyház mintaképek kell, hogy legyen a Szent Háromságnak. Az első keresztényekről tudjuk, hogy egyek voltak az apostolok tanításában, kenyértörésben, imádságban, közösségben. Milyen jó lenne, ha erről a közösségről, a felsődabosi templom híveiről is, családjairól is, amely templomnak ma búcsúja van, ugyanazt el lehetne mondani. Mert ez az a nap legalább annyira az egyházközség búcsúja, mint a templomé. Nem a hideg köveknek, hanem az élő köveknek, akik vasárnapról vasárnapra megtöltik a templomot, ide tartozónak érzik magukat és gondját viselik. Ettől szebb példakép nem is állhat a hívek előtt. Egységes közösségnek lenni, hitben, szeretetben, de nem csak magunk számára, mert amint a
Szent Háromság sem marad meg csak önmagánál, hanem a szeretetet kiterjeszti, úgy nekünk is. Figyelmeztessen minden keresztvetés, minden dicsőségmondás erre, ha már itt lemásoljuk a Szent Háromság életét. Szent Ágoston püspök, aki vastag köteteket írt a Szent Háromságról, arra a pillanatra vágyakozott, amint ő mondta, nem szavaink lármájával hirdetjük, hanem szemlélődéssel majd magunkba szívjuk a Szent Háromság titkát. Majd az egyik szép imádsággal dicsőítjük a Szent Háromságos Istent. Téged, önmagadtól való atyát, téged született fiút, téged vigasztaló szentelket, mint szeretetet és oszthatatlan háromságot, teljes szívvel és lélekkel vallunk, dicsérünk és magasztalunk. Dicsőség neked örökkön, örökké. Talán rájöttek a kedves testvérek, hogy ez felső dabasiaknak szólt ez a prédikáció. Pontosan 40 éven ezelőtt mondtam el, szabadtéri búcsú volt, itt volt az oltárkint fölállítva, és akkor ezt prédikáltam, és megtaláltam az írást, még ide is van írva, felsődabasi búcsú 1978. Most a 40. évfordulón újra elmondtam, gondolom még mindig van benne maradandó tanítás számunkra. Amen. Hiszek az egy Istenben.